Ennyi maradt a Jász-Dózsai házból. A tető teljesen leégett, de jelentős károk keletkeztek mind a négy helységben. A 120 négyzetméteres családi ház oltásában a Jászberényi és a Hevesi Hivatásos, valamint a Jászárok Szállási Önkormányzati Tűzoltók vettek részt. Kiérkezésük előtt egy környéken lévő elzárta a gázt az ingatlanban, az áramtalanítást viszont már a tűzoltók végezték el. Az egységek négy vízsugár segítségével fékezték meg a lángokat. A szomszédok értesítették a katasztrófa védelmet, akik megkísérelték kihozni az égőházból annak tulajdonosát, egy 50 év körüli hölgyet. A helyiek úgy tudják, a tűz a konyhában keletkezhetett. Én azt sem tudom, hogy honnan indult. Azt mondta valaki, hogy a konyhából, és egy 50 körüli hölgy lakott itt, és fölcsaptak a lángok, és égett az egész tetőszerkezet. Az égőházból végül a tűzoltók hozták ki a hölgyet. Információink szerint a nő meghalt a tűzeset során. A tűz keletkezésének okát a Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvizsgáló szakértő bevonásával vizsgálja.